mindent kéne még elmondanom. S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. De nagy háború mementója, Trianon népek úszítója. Aggasztjánként itt kísértesz. 100 év sem elég a véghez. Végzetes rosszként érkeztél, egy országot szétvetettél. Új országok létrejötte, népek szabadságérzése is kötődik vén életedhez, de az kicsit sem etikus, hogy néhány kapzsi politikus határaid össze-vissza önkényesen húzta-vonta. Váradi Endre soraival sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Összetartozás napja alkalmában rendezett ünnepségünkön. Külön köszöntöm dr. Hörcsik Richárd urat, Abaúj Zemplén országgyűlési képviselőjét, aki jelenlétével megtisztelte ünnepségünket. És mit is ünneplünk a Nemzeti Összetartozás napján? Hisz nem kesergünk, hanem ünneplünk. Azt ünnepeljük, ha bármely honfitársunk nagyot alkot valahol a világban, büszkén mondjuk, ő is magyar. A Nemzeti Összetartozás napján azt ünnepeljük, hogy 15 millióan vagyunk szerte a világban, és mindenkinek megdobban a szíve a magyar himnusz, vagy egy gyönyörű népdal hallatán. Azt ünnepeljük, hogy bárhol járunk külföldön, és meghalljuk a magyar szót, felkapjuk a fejünket, na hát, hazai szava. Azt ünnepeljük, hogy határoktól, korlátoktól függetlenül van közös múltunk, vannak erős gyökereink, amiben kapaszkodhatunk, igenis van közös jelenünk, és még fontosabb, van közös jövő. Itt Európa közepén a múltunkra alapozva, a jelenünkben megerősödve, igenis van jövőnk, nekünk, magyaroknak. Kedves vendégek, kedves ünneplő közönség, kérem énekeljük el nemzeti himnuszunkat. Szőke István Attila Megmaradunk című versét előadja Nagy Tóbiás Katalin. Szőke István Attila Megmaradunk. Fáj. Fáj, mint mikor sót szórnak élősebbre, vagy húzzák kínzatásul szélesebbre, vagy égő parazsas fát nyomnak beletövik, hogy beletörik.
fáj. Fáj, mint mikor a sebbe keményedett rongyot kitépik, hogy kínod földúzzad az égig. Hogy üvegreszeléket szornak bele, s a nyers hús tűzszilánkkal lesz tele. Fáj. Fáj, mint mikor éles késsel rozsdás pengével vakarják a vart. Fáj. Fáj, mikor bántják a magyart. Fáj, mikor nem tudják-e honban, hogy mi történt Trianonban, és alázkodva köpik szembe önmagukat, és bennük rothad a holnap, és a múlt is mellé roskad, eltörölve, ölve, bántva, meggyalázva, örökké a semmit magyarázva, mert itt már nem értik a szót, amely mondaná az igazat, hogy óvni kell a hazát, és óvni kell a nemzetet, mert a fény felé csak az vezet. Nem vakon kell botorkálni azok között, akikbe a magyar gyűlölet beleköltözött. Akik elzárják a lélekcsapot, gyaláznak tegnapot, mát holnapot, mert nékik nem volt olyan, hogy még, mert náluk nem létezik a rég, és nincs, mint nékünk olyan ősgyökerük, és Istennel van folyton folyvást perük, de vére sem szemközt állnak, néki csak háttal kiabálnak, és nem merik a lelkét megidézni, nem mernek a szemébe nézni, mert a szem a tükre a léleknek, és a lélek a magva az életnek, és az a mag, amely a nevünkben hordatik, élni fog még évszázadokig, sőt, még annál is tovább, addig, amíg Isten szeme lát, addig, amíg világ lesz a világ. Lám, már nem fáj, ha rám bármit mondanak. Az összképen semmit sem rontanak, akármilyen rosszat akarnak. Mi megmaradunk magyarnak. Örkélem alá Krisztián urat, Cigányváros polgármesterét, tartsa meg köszöntő beszéd. Köszönöm szépen. Isten hozott mindenkit. 2014. augusztus 15-én pénteken a Kulturális Csét a Cigándon című program keretében átadhattuk az életfánkat. Az életfát, amely lelki kapcsolatot jelent a földi és az égi hatalmak között az ősi magyar szokásrend szerint. De sajnos az időjárás viszontagságai annyira megviselték a 2014-ben felállított életfát, hogy veszélyesnek tartottuk abban az állapotban megtartani, ezért átdolgozásra és felújításra szorult. Amikor leemeltük a talapzatról a mostani életfa elődjét, ami itt van mögöttem, akkor szembesültünk vele, hogy felújítani sajnos mégsem lehet, pedig a terv eredetileg az volt. Újat kellett készítenünk. Erre a munkára kértük fel ismét Varga András urat, ami Varga Bandinkat. Bandika, gyere ide, emelj fel a kezed, hogy lásson mindenki. Aki elkészítette számunkra, és megálmodta, megalkotta az új alkotást. Köszönjük ismét a szívből jövő, gyönyörű alkotás, Bandi. Gratulálunk! Viszont nem csak maga az anyag újult meg önmagában, hanem az életfa mondani valója is kiteljesedett, hiszen minden egyes, aki kicsit közelebb jön majd, láthatja, hogy minden egyes alsó és felső bodrogközi település helyet kapott az életfán, egy-egy levél formájában, szimbolizálva az egykori történelmi Bodrogköz 55 településének az erejét, a nagyságát és az együgi tartozását. Igen, egykor nagyok voltunk és nagyon erősek. A történelmi Bodrogköz egykori járási székhelye nem cigán volt, mint azt tudjuk ma is, hanem Király Helmec. Igen, a lakosság száma is többszöröse volt egykor a mostaninak, és éléskamrája voltunk az országnak. Még közös kis vasútunk is volt, ami Sárospataktól Király Helmecig kötötte össze ezeket a településeket. Az, hogy mi történt 1920. június 4-én, mindannyian, akik itt vagyunk, szerintem jól tudjuk. A trianoni békediktátum keretében nem csak az országunkat tépték szét gyalázatos módon, hanem ezen belül a járásokat, a településeket, a tájegységeket, és sok helyen a családokat is ketté vágták kegyetlenül. Ketté szakadt a Bodrogköz is, 33 település került a határ túlsó oldalára, mostani Szlovákiára, és 22 település maradt itt árván az anyaországban. Ez a döntés, az egykori döntés nagyban befolyásolta a sorsunkat, nem csak gazdaságilag, hanem lelkileg is. Megtört minket. A mai napig nehéz elfogadni ezt a döntést, és tudom, sokan vagyunk úgy, mint én, hogy nem is akarjuk elfogadni,
de sajnos ez már a történelem része, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni, hogyha nagyon őszinték akarok lenni. De ez egy olyan seb, amely nem akar gyógyulni, nem is fog gyógyulni, eltelt 101 év után sem. A határ túloldalán megkezdték az asszimilációt, aminek sajnos sok helyen el is értük a célját, látjuk a célját, tapasztalhatjuk, sok helyen magyar képviselőt nélkül maradtak az ottaniak. Az ott lakóknak napi szinten harcolniuk kell azért, ami nekünk természetes, hogy használhassák az anyanyelvüket, hogy magyarul beszélhessenek, amely egyébként alapvető alkotmányos emberi jog. Nem egyszerű helyzetük, ezt pontosan tudjuk, szokták is mondani, hogy Magyarországon könnyű magyarnak lenni. Igen, ez pontosan így van. Na pont ezért. Pont ezért kell a magyar testvéreinket segítenünk, ahol és amikor csak tudjuk. Szokták azt is mondani, hogy országnak vannak határai, de egy nemzetnek nincsenek. Ezt bizonyítjuk a mai este is. Eszerint kell cselekednünk itt a Bodrog közben. A trianoni mészárlás ellenére a senyeniek, a rákóciak, a majlátok, a mágócsiak földjén nekünk nem egyszerűen csak lennünk kell valahogy, hanem kötelességünk megőrizni a nyelvünket, a kultúránkat, a magyarságunkat, azt, amelyet őseink hagytak ránk. A javaslatom tehát a következő. Tartsuk össze a még megmaradt magyar embereket mindkét oldalon, és tervezzük együtt a közös jövőnket. Tegyük ezt békésen, megfontoltan és célra mutatóan. Ebben a tervünkben Istennek hála a jelenlegi kormány, biztos vagyok benne, hogy partnerünk lesz. De viszont a labda nálunk van, az, hogy lesz-e az akaratból igazi megvalósítás, az kizárólag, ismét csak rajtunk múl. Az mellett, hogy az életfa magát az életet és a mindennapokban természetesen az Isten kegyelméből születendő magyar gyermekek születésének fontosságát is kiemeli, nekünk magyaroknak a nemzeti összetartozás napján valós összetartozás kell, hogy legyen a legfontosabb közös célunk és feladatunk. Őrizzük és ápoljuk a magyarságunkat, és mindannyian kérjük a Jóisten segítségét ahhoz, hogy imáink meghallgatásra kerüljenek. Ahogyan az életfa megújult, nekünk is meg kell újulnunk. Hitben, egészségben és magyarság szeretetben. Közös munka újbóli összefogásra serkentett minket, bodrogközieket. Ezt a munkát mi kicsiben el is kezdtük magunk részéről, hiszen felvettük a kapcsolatot a bodrogközi többcélű kistérségi társulás települései nevében, a Királyhelmeci társulással az elmúlt héten, és közösen le fogunk tenni egy olyan tervet a kormány elé, amely a térség újratervezését tűzte ki célul, kulturális, gazdasági és turisztikai szinten is. Ebben a nem mindennapi munkában partnerünk és támogatónk dr. Hölcsik Rihárd képviselő úr, akinek köszönjük, hogy ismét megtisztelt minket jelenlétével, hiszen az első életfa átadásánál is jelen volt. Végezetül álljon itt ez az életfa az összetartozás üzenetét küldve minden magyarnak, szerte a világon. Zúgjanak a harangok a délvidéken, a felvidéken, a Kárpátalján, Erdélyben, de bárhol, ahol magyarok élnek ez a világ. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tiszteltem felkérem dr. Hölcsik Rihárd képviselő urat a köszöntőjének megtartását. Tisztelt hivatalvezető úr, polgármester hölgyek és urak, kedves emlékező cigántiak, bodrogköziek. 101 évvel ezelőtt, innen nem egészen 1400 kilométerre, a Párizs mellett fekvő Versailles-Trianon kastélyban írta alá Magyarország első világháború lezáró békeszerzést. 16 óra 30 percet mutatott az óra, és itthon ekkor egyszerre megállt az élet, elkezdtek zúgni a harangok, itt Cigándon is, és az ország gyászba volt. A magyarság a történelem folyamán 5 krisztusi sebet kapott. Muhi, Mohács, Ismajtény, Világos és Trianon. Ez az
Öt seb nem a kiválasztottság isteni szimbóluma volt, hanem valóságos, öt halálos szúrás, mindenik elég arra, hogy egy faj elvérezzen. Fogalmazott az egykori pataki diák, Móricz Zsigmond. Igen, hölgyeim és uraim, kedves emlékező barátaim, ahogy polgármester is mondta, Trianon békediktátuma halálos sebet ejtett Magyarországot, olyat, amit 101 év múltán sem lehet elfelejteni, mert mindenkinek, minden magyarnak fáj, bárhol is éljen a világon. Csodálkozunk, hiszen elcsatolták tőlünk Erdélyt, Máramarost, Arcimot és Keletbánságot, Felvidéket, Kárpátalját, Csalóköz, Csehszlovákia részelet, Drávaköz, Bácska, Nyugatbánság, nem sorolom tovább. És még azt a megaláztatást is el kellett szenvednünk, hogy Ausztriához csatolják az Őrvidéket. Vagyis a trianoni békediktátum nem volt más, mint bosszú, mert azzal vádoltak bennünket, hogy mi robbantottuk ki az első világháborút, ami szemet szedett hazugság volt. És itt Zemplént is tragédiaképpen érte, hogy a kétharmadot elcsatolták, és egyharmad maradt itt. Igen, így lett Trianon a gyásznak, egy nemzet elmúlásának a rémlátomása évtizedeken keresztül. Hölgyeim és uraim, azonban, ahogy polgármester úr is említette, ez a mai nap nem csak a gyászról, az elmúlásról kell, hogy szóljon, hanem valami másról is. Az éremnek van másik oldala, ahogy szoktuk mondani a bodrok közön is. Hanem az újrakezdés nagyszerűségéről, egy nemzet a magyarság élni akarásáról. Az összefogás és az összetartozás erejéről, hogy a tragédiák és a szétszakítottság ellenére is éle nemzete hazán, hogy élünk, vagyunk. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, az országgyűlés ezért nyilvánította 2010-ben ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává, mert emlékeznünk kell arra, hogy az első háború után, amikor leírták Magyarországot Európában, hogy az akkori eleink, vezetőink megtalálták azt, hogyan kell feltápászkodni egy ilyen lehetetlen helyzetből, hogy jövőt tudtak mutatni az akkori nemzedékeknek. És a trianoni békediktátum okozta sokkot követően, rövidesen megnyílt a lehetőség arra, hogy a közösség összefogjon, hogy építkezzen, hogy fejlődjön. Ennek köszönhető, hogy Magyarország 100 év múlva is itt van, hogy magyar polgárok élnek a Kárpát-medencében. Sőt, puszta jelenlétünkkel is üzenünk mindenki számára, Moszkva, Brüsszel, Berlin vagy bárhova, hogy nem csak voltunk, hanem vagyunk, és leszünk is Kárpát-medence népeivel együtt munkálkodó olyan erő, amely minden körülmények között felismeri a helyes utat, és vállalja a döntésének a következményeit. Tisztelt hölgyeim és uraim, ma, amikor trianoni békediktátum tragédiájára emlékezünk, és a nemzeti összetartozás előtt tisztelgünk, méltó és helyes, hogy cigány közössége szertüzet gyújt. Igen, mert nem csak arra emlékszünk, vagy emlékeztetünk a fiatalabb generációt, hogy kétharmadát elvesztettük az országunknak, hanem itt a szűke pátriánkban, ami tragédia történt bodrok közön is. Amellett, hogy a Vármegye elveszítette területének jelentős részét, az egységes bodrok köz ketté szakította. És ez az origója minden bajnak és problémájának 101 év után is. És a választókerületemben nem csak Zemplén, hanem ezt elmondtam Abaújváron, Abaújváron. Innen menekülnek az emberek, akár Szlovákiából, akár Magyarországról, szokták mondani.
Hölgyeim és uraim! Ez az, amit eleink túléltek, és ez az, amire emlékeznünk kell, nem csak a gyászra és a tragédiára, hanem a megmaradásra. Hölgyeim és uraim! Történelmi Magyarország nem támasztható fel, de nem is szükséges, hogy feltámadjon, hiszen él a lelkünkben, a kultúránkban, a nyelvünkben, az általunk épített templomokban, az emberi kapcsolatokban, itt Cigándon, vagy Királyhelmecen, vagy Leleszen. Magunk mögött kell hagynunk a trianoni traumát, és el kell szakadnunk ettől, bármennyire is fájdalmas. És vissza kell térni a Millennium kísérletéhez, hogy merjünk nagyot álmodni szemlélet, ahogy Követ László házelnökül fogalmazott. Hölgyeim és uraim, Bodrog köz egységes. És én szeretném megköszönni Polák Krisztián polgármester úrnak, hogy összefogja ezt a kezdeményezést. Éppen ma délután 2-től 3-ig volt egy bodrogközi trianoni konferencia online, ahol én bejelentettem ezt, és én várom ezt a kész anyagot, amit nem csak Cigándon, hanem Királyhelmecen is végeznek, hogy ezt a magyar kormány elé terjesszük. Hölgyeim és uraim, mert megvan a lehetőség, az Európai Unió pénzei ott hevernek az asztalon, de okosnak kell lenni, hogy utána rajtunk nem fog múlni, és most az a lehetőség, az a töménytelen pénz, ami a háza előtt áll Magyarországnak, szeretnénk itt Bodrog közön is méltóképpen kivenni azt a sok 100 millió forintot. Ehhez viszont összefogás kell. Ehhez viszont nem csak 22, hanem 55 polgármesternek a közös akarata. Én ezt vállalom, mint szószóló, mint képviselő, ez a dolgom, és vállalják a polgármestereim is. Itt és a másik oldalon is. Ehhez kérünk sok erőt, és az egyházi méltóságokra nézek imádságot is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Fölkérem Pataki Károly, Királyhelmec polgármesterét, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt egyházi méltóságok, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármesterek, kedves cigándi bodrogközi barátok! Trianonról beszélni, még Trianon 101. évfordulón sem egyszerű feladat. Nekünk magyaroknak azért, mert bármennyi idő múljon is el a békediktátum óta, ez mindig fájó, sajgósebb lesz lelkeinkben, nemzetünk történet. A szomszédos népek Trianonnal kapcsolatos reakcióit, érzéseit pedig azért nehéz megértenünk, elfogadnunk, mert számukra tagadhatatlanul egy új kezdetet, a nemzeti fejlődésük egy újabb állomását, sokunknak az államiság kezdetét jelentette. Én azért, ha megengedik, nem is Trianonról, hanem egy jelentéktelen, vékony, piros vonalkáról mondanék néhány szót, mely akkoriban 101 éve tűnt fel a térképen. Ez a vonal az új államhatárokat jelző csík, családokat, sorsokat, területeket szakított ketté. Ez a kígyózó, egyébként szemmel láthatatlan vonal tette a felvidékét magyarrá, az erdélyit románná, a délvidékit szerbé, a kárpátaljait pedig ukránná. És tette ezeket az embereket, megtűrt idegenkedké szülőföldjükön úgy, hogy sokan ki sem tették lábukat abból a kis faluból vagy városból, melyben meglátták a napvilágot. Ez a piros vonalka volt azért is a felelős, hogy a felsorolt területeken élő magyarok jogfosztottá lettek, és az anyagi veszteségeken túl sokszor még azért is meg kell küzdenünk, hogy édes anyanyelvünket használhassuk otthonunk. És amikor már igazán jól mentek a dolgaink, akkor a vonalat húzó hatalmak,
azt is megengedték nekünk Csehszlovákiában élő magyaroknak, hogy évente akár már kétszer is meglátogathatjuk magyarországi rokonainkat, barátainkat. Persze csak akkor, ha fel tudtuk mutatni a határt őrző egyenruhásoknak a névre szóló meghívókat. Ez a vonal tehet arról is, hogy már jóval a rendszerváltás után lehetőségük nyílt egyes politikusoknak velünk, határon túli magyarokkal riogatni a vonal túlsó oldalán rekedteket azzal a lázálommal, hogyha önök úgy szavaznak rólunk, ahogy nem kellene, akkor mi hálából elvesszük önöktől a nyugdíjukat, a szociális támogatásaikat, a jövőjüket. Aztán a történelem kereke tovább fordul. A határok nélkül Európai Unió nem csak papíron lett határtalan, hanem valóban elérkezett az a pillanat, amikor legalább mi, szlovákok, csehek, románok úgy látogathattuk meg a nap és az év bármely szakaszában magyarországi testvéreinket, hogy ügyet sem kellett vetnünk a mindennapjainkban arra a fránya kis piros vonalra, mely oly sok bánatot, szenvedést, szomorúságot okozott nekünk már korábban. És most már több mint egy éve olyan oldalról ért minket támadás, melyre álmunkban sem gondoltunk. A koronavírus megjelenésével egyszer csak azok a határok, melyek sokunk számára már nem is igazán léteztek, újra nem hogy valóságá, hanem fizikailag is átjárhatatlanokká váltak. Újra abba a helyzetbe csöppennünk, mint elődjeink 20-100 évvel ezelőtt. Nem mehettünk át a szomszéd faluba egy komához egy pohár borra, nem ugorhattunk át egy közeli városkába, nem vásárolhattunk a tőlünk alig néhány kilométerre lévő magyar üzletbe. És most, egy gondolatok megosztásakor ott tartunk, hogy a sors különös kegyéből újra megengedtetik nekünk, magyaroknak, hogy találkozhassunk egymással, meglátogassuk egymást, hogy újra kezet szoríthassunk. Persze csak akkor, ha igazolni tudjuk beoltottságunkat, külön engedéllyel rendelkezünk, vagy kiutazásunk indokolt okát igazoló okmányokkal rendelkezünk, és a hatóság emberei mindent rendben lévének találnak az utazásunkkal kapcsolatban. Tisztelt barátaim! Az elmúlt években, évtizedekben sokaktól hallottuk, halljuk, hogy nincs miért keseregni Trianon miatt. Hisz ez a megváltoztathatatlan nemzeti történelmünk egy olyan már csak a történelemkönyvekben való szelete, mint a Muhi csata vagy a Mohács ügyész. Ha megengedik nekem, most nem vitatkozzék ezekkel a nézetekkel, ezekkel az emberekkel. De azt engedtessék meg nekem, hogy arra a megveszekedett, kicsi piros, láthatatlan vonalra továbbra is szívből és őszintén harag. Hazám, hazám, édes hazám, előadja a Halsányi Zsófia.
Kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim, beszédet mond Nagy Attila úr, Nagyköves polgármestere. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, tisztelt egybegyűltek. Engedjék meg, hogy én ne Trianonról beszéljek, hisz a polgármester vagyok, a képviselő úr már sok mindent elmondott, biztos, hogy sok mindent ismételnék én. Én inkább szűkebb hazánkról, a Bodrog közről beszéljek egy pár szót. És engedjék meg, hogy egy történettel kezdjem. A rendszerváltás után, amikor még vállalkozói párnyaimat bontogattam, az üzletbe bejött egy öreg bácsi. Tudtam, hogy nem falubeli, mert ugye mindegyiket ismerem. És kérdi tőlem, hogy látja, hogy fiatal vagyok, de véletlenül nem-e tudnák neki segíteni. Mondom, hogy természetesen, hogyha tudok, akkor szívesen. És elmondta, hogy az 50-es évek elején Pácinkban egy óriási tűzvész tombol. És ő most azért jött el, most, amikor megnyílott a határ, 40 év után, 40 akárhány év után, hogy annak a tűzoltó parancsnoknak megköszönje azt, hogy a nagykövetségi tűzoltóság akkor és ott úgy helytált, hogy nem égett le az egész falu. Mondtam az öreg bácsinak, hogy lehet, hogy jó helyen jár, mert ez a tűzoltóparancsnok a nagyapám, és még hál' Istennek él, úgyhogy a bácsinak könnyek csordultak a szemébe. Megmutattam, hogy hol lakik, és több órán keresztül beszélgettek nagyapámmal. Egy majdnem 90 éves ember 40 év után, amikor az a fránya piros csík eltűnt, eljött megköszönni. Nekem, ha a Bodrog közről beszélünk, ez a történet jut eszembe. Hogy lehettek csíkok, lehettek határok, lehettek fegyveres őrök a határokon, de amikor kellett, a Bodrog közi ember segített a másikon. Segített, mert úgy érezte, hogy rokona, testvére, barátja, és természetesen sok esetben ez így is volt. Ahogy a beszédekben elhangzott, családokat, barátokat vágtak el. De hál' Istennek ezek a határok leomlottak, és hála jó Istennek ezek a piros csíkok eltűntek. Bár most itt van a vírus, itt van egy újabb pici határzár, ez remélem minél hamarabb megszűnik. Tényleg a családok és a Bodrog közi emberek újból felhőtlenül tudnak együtt szórakozni, tudják életüket tervezni, és úgy tervezni azt, hogy itt, ebben a nagy Bodrog, mind az 55 település lakosa. Most itt állok egy életfa előtt, jól mondom, polgármester úr? Életfa előtt. Hát ez a fa, ugye, mint minden fa, gyökerétől a törzséig, az ágaktól a leveléig,
lépjünk be. A gyökereink tudjuk kik, őseink, édesapáink, nagyapáink, ükapáink, ősapáink, és talán mi vagyunk a törzs és az ága. Vagy nem is mondanám azt, hogy talán, hanem tegyük azt, hogy mi legyünk a törzs és az ága. És azok a levelek ott az ágak végén legyenek a mi gyermekeink. És tartsuk úgy, olyan erősen ezeket a leveleket, és tegyünk meg mindent azért, hogy ezek a levelek ne kapaszkodjanak bele a szélbe, és ne menjenek el innen. Ne vigye el őket messzire, határokon, túlra, Angliába, Csehországba, Németországba őket a szél. Hanem úgy, ahogy a polgármester úr is mondta, és a polgármesterek, hála jó Istennek, ezt a kezdeményezést elkezdték, legyünk olyan erős ágai és törzse ennek a bodrogköznek, hogy a gyermekeinknek megélhetést, boldogságot és örömet teremtsünk. Köszönöm szépen! Tisztelt ünneplő közönség! Engedjék meg, hogy tolmácsoljam Kristóf József Lórán, magyarországi polgármester úr köszöntőjét. Tisztelt ünneplő közönség, Cigándiak, polgármester úr! Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, ami Olá Krisztián polgármester úrtól érkezett, és talán azt üzenem, legyen ez a nap számunkra az összetartozásra épülő, harmóniában együtt élő magyar közösségek jelentős ünnepe. Mert ha összefog a közösség a település határain belül, akkor megtalálja az együttműködés jó szándékú lehetőségeit határain túl is. Ha erős közösségek fognak össze, segítve egymást, akkor szilárd alapjaivá válnak az országainknak, ezzel támogatva és erősítve az egész nemzet összetartozását. Mert mit is jelent a nemzetnek összetartozni? Azt jelenti, hogy a határokat tiszteletben tartva, a történelmi viharain megnyugodva, de tudni, hogy lélekben összetartozunk, és ennek az összetartozásnak az érzését nem veheti el tőlünk senki. Ezért fontos ez a mai nap, emlékezni kell. Ezzel együtt most a mi legnagyobb feladatunk az, hogy becsülettel és tisztességgel éljük a jelent. Óvva nemzetünk, közösségeink összetartozását határainkon belül és határainkon túl, megbecsülve a földet, ahol élünk. Testvértelepülési kapcsolatainkra alapozva úgy érzem, nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy az ifjúságnak legyen alkalma a megismerkedésre, a barátságra és a kommunikációra, hiszen fontosnak kell tartsuk a nemzeti összetartozás érzését továbbadni és tartalommal megtölteni a következő generációk számára. Legyünk büszkék arra, hogy ennyi évtized után is kitart magyar a magyar mellett. Mi büszkék vagyunk arra, hogy végre olyan kormány van, aki felvállalja ezt az összetartozást, ezt a nemzeti kapcsot, testvériséget, mely méltósággal, emelt fővel vállal az országon belül és a határon túli magyarok közötti kapcsolatot, mely mindent elkövet azért, hogy elköltsi elégtételt és vigaszt nyújtson mindazoknak, akik az országon kívül rekedtek bár, de magyarnak érzik és vallják magukat. Mi vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Adjon nekünk ehhez Isten erőt, kitartást, akaratot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, tisztelettel és baráti szeretettel a magyar újak nevében üdvözlök minden kedves cigándi ismerőst, barátot, Kristóf József Lórán, Magyarok Község polgármester. Kedves vendégét, tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim, közös állítatot tart Kristóf István lelkipásztor és Debreceni Zoltán parókus. Tisztelt emlékezők, kedves testvérek! Trianon jászlapjának 101. évfordulóján
Ma délután 16 óra 30-kor megkondultak a református templom harangjai. Ezzel jelezve városunk és gyülekezetünk minden tagjának, hogy nem lehet feledni, nem soha. Isten iránti hálával állok meg önök előtt. Jöjjetek, csendesedjünk el, kérjük Isten jelenlétét, Isten mutatását. Trianoni megemlékezésünk, megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, Ézsaiás próféta, proféciás könyvéből, a 42. fejezet, 8., 9. és 10. verseiből. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek. Most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig. Szeretett testvéreim, Trianon egyik utód államában születtem, a Kelemen havasok és az Isten széke lábainál, Maros széken, a felső Maros mentén, Magyaron. Büszke magyar embernek vallom magam, mert ezen a nyelven tanított meg beszélni édesanyám. Ezen a nyelven szólítom meg az Istent, amikor imádkozom, és magyarul vallok szerelmet. De még emlékszem arra a mély keserűségre, amikor gyermeki lélekkel először felfogtam, hogy mit jelent számomra, számunkra a trianoni döntés. Hogy miért élek magyarként nem Magyarországon, hanem Romániában. Holott nem költöztünk el, csak meghúzták. Megrajzolták, vagy máshova vitték a határt. Azt sem fogom elfelejteni, mennyire zavart, amikor 90 után az első ifjúsági táborban anyaországiak azt kérdezték tőlünk, hogy ilyen jól beszéltek magyarul. Azt is olyan nehéz feldolgozni, hogy némelyek szemében románok, szlovákok, ukránok vagyunk. Miért is? Azért, mert 100-101 év elnyomatásban megőriztük nyelvünket, kultúránkat. De arra is rájöttem, testvéreim, hogy nem keserekhetünk örökké. Igen, 101 éve keressük, hogy mi vezetett odáig, hogy hazánk a pusztulás szélére sodródott. 101 éve emlékezünk és emlékeztetjük az újabb nemzedékeket arra, hogy ami történt, az nem a mi szégyenünk, a világ szégyene, és azóta sem kér tőlünk senki bocsánatot. De mégsem erről szeretnék ma beszélni, pedig a múlt ismerete nélkül nem alakíthatjuk a jövendőnket sem. Nem akarok keseregni, mert az sehova sem vezet. Elég könnyet ejtettünk már. Elégszer bicsaklott meg a hangunk, amikor énekeltük, hogy Isten áld meg a magyart. Elégszer töltötte el szívünket mély bánat. Elégszer éreztük, hogy semmi esélyünk változtatni helyzetünkön.
kesergés helyett, testvéreim. Inkább azt kell megnéznünk, hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet tovább haladni. Mert erre mondja Ézsaiás próféta, hogy a régiek beteljesedtek, elmúltak, megtörténtek. Most valami újnak kell következnie, és arra biztat bennünket, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig. Újra kell gondolni mindent, új alapokra kell helyezni mindent, történelmünket, kapcsolatainkat, egész életünket. És ezt akkor tudjuk megtenni, testvéreim, ha életünk újra Krisztusba gyökerezik. Mert ez új életben újra a reménység ébredhet a szívekben, a lelkekben. Újra egymásra találhatunk, egymásra találhatnak azok, akik elszakadtak egymástól. Ez lehet a mi magyar népünk, nemzetünk reménysége. Én hiszem, hogy Isten áldásával újat tudunk kezdeni. Képesek leszünk itt, Magyarországon, az anyaországban is egymást megtalálni, és képesek leszünk arra, hogy egymás kezét megragadjuk, anyaországiak és határon túliak, ha elkezdünk új éneket énekelni. Ebben segítsen meg bennünket a mindenható Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket. Köszönjük. Örökkévaló Istenünk, mindenható Atyánk, mennek és földnek dicsőséges Ura. Halljuk, Te vagy a történelem Ura. Kezedben sorsunk, életünk egyen-egyenként. De kezedben van népünknek, nemzetünknek, Anyaszent Egyházunknak sorsa is. Te látod azt a fájdalmat, ami a szívünkben van, midőn megemlékezünk arra a nagy tragédiára, hogy több mint 100 esztendővel ezelőtt darabokra szaggatták nemzetünket, hazánkat. De köszönjük Istenünk, hogy mégis itt állunk. Neked terved van ezzel a néppel, neked terved van ezzel az országgal. És azért a jövendőben is rád bízzuk magunkat, mert hisszük, hogy a rosszból jót tudsz kihozni. Gondviselő Atyánk, áld meg országunkat, áld meg az elszakadt nemzetrészeket, adj békességet itt, szűkebb pátriánkban, adj békességet szívünkbe, lelkünkbe. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzuk a Jézus imáját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Nem szeretném nagyon szaporítani a szót, de egy-két tapasztalatot szeretnék megosztani.
Nem olyan régen kerültem ide Pálcin cigán településekre. A Rókusnak, a lelki atyának, a barátnak. És az első tapasztalatom, ami itt ért engem, hogy ezek az emberek, ezek a bodrok közi emberek valóban szeretnek itt élni. Valóban szeretnének tenni azért a közösségért, amiben élnek. És rossz tapasztalat volt, hogy egyszer ugyanamikor eljöttem megnézni a települést, át tudtam menni a határ másik oldalára, azonban legközelebb már nem. Vágytam arra, hogy sátorolja új helyet, rövid úton tudjam megközelíteni. De nem lehetett ezt megtenni. És talán ez az érzés van mindenkiben, aki a vonalon kívül rekedt. Szeretne közel jönni. Szeretne a másik emberhez közel lépni. Szeretne szeretni. Szeretne találkozni. Családok távol maradtak, de közösen keresnék a jövőt, mint ahogy ezek a települések is. És sokszor mondjuk ugye, hogy az Isten tenyerén van a mi hazánk. Földi, ma mennyei. De hogyha egy picit begörbítjük ezt a tenyeret, talán ott van körülötte a Kárpát, hegyvonulat. Tudjuk, hogy a tenyér sokszor meg is sebződik. Jézus Krisztus sebe ott van rajta. Mi életünkben, családjainkban is, országunkban is. Vannak sebek. Reméljük, hogy ezek a hegyek, ezek a vonulatok megvédik ezeknek az embereknek az életét. Tegyünk azért, hogy az összetartozás tűze valóban fellobbanjon bennünk. Fogjuk áldani az életfáját. És kérem, hogy az összetartozás és a lelki megújulás érdekében valóban közösen mondjuk el mi atyánk kezdetű imádságunkat, hogyha az áldásban odaírunk. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örök. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságosabb lelkünket. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket. Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkező. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmaz. Urunk az emberi nem alkotója és teremtője, a lelki kegyelmi és örök üdvösség adományozója. Tedd magad kürle szent lelkedet égi áldással erre az életfára, hogy mennyei oltalmad által lelki és testi javunkra és segítségünkre váljék, felnézünk rá a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Thank you.
Amen. Úgy legyen. Ne felejtjük el, hogy magyarnak lenni igenis jó. Tisztelt ünneplő közönség, bodrogközi táncok következnek a Sarkattyús Néptánc Együttes előadásán. Thank you.
Váci Mihály gyalog szerette volna jönni című versét elszavalja Nagy Tóbiás Katalin. Váci Mihály gyalog szerettem volna jönni. Gyalog szerettem volna jönni a porral lepett füveken, bezitláb. Hogy frissen érezzem, ha felmelegszik a szülőföld pora, mikor megérkezem. Gyalog szerettem volna jönni, hogy érezzem, a telt kalász, a récsok téldeplő füve elém borul, el nem eresztve s lábam kérve kulcsolja át. Gyalog szerettem volna jönni át a szorgalmas földeken, mindenkinek által kiáltani, mesdjén átlépni, kezet rázni, na és a munka, hogy megyen? Gyalog menni az utcán végig, előre köszöngetni ott. Tornácokon üldögélni, mint régen, hogy mindenki arcomba nézen és mondják, semmit se változott. Én gyalog fogok hazamenni a porral lepett füveken, mezitláb, hogy sírva érezzem, ha felmelegszik a szülőföld pora, mikor megérkezem. Kedves vendégek, tisztelt ünneplő közönség! Az 55 bodrogközi település egységét jelképezve 55 mécsest helyeznek el a Sarkantyús Néptánc Együttes tagjai. Mag, mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. Bár a lényeget még nem érthetem, amíg nem éltél nehéz éveket. Történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Tisztelt ünneplő közönség, kérem énekeljük el a szózatot. Tisztelt ünneplő közönség, hagyományőrző szándékkal minden évben egy fát ültetünk az ez évben született gyerekek tiszteletére. A fa elültetésére fölkérem dr. Hörcsik Rihárd képviselőurat, Olár Krisztián polgármesterurat, valamint a felvidékről érkezett polgármesterurat. Ment az előző rezsimbe is, ugye? Meg kell választani. Most példát. Egy kis földet először, nem? Hát egy csak belőle. És lehet. Nem volt fontos, hogy jó. Kicsit. Szerintem zárt. Mit ezt kinevedőd? Zsákoljunk?
Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim, a szertűz meggyújtása előtt átadom a szót Petraskó Tamás úrnak. Jó estét kívánok mindenkinek, nagy örömmel vagyok itt és köszönöm a meghívást. Én hiszek benne, hogy egy ilyen remek brigád, aki most fát ültetett, az nagyon jól meg tudja ezt oldani, és biztos, hogy ez a fa hatalmasra fog nőni. De azért hoztam, ha már jelekről, jelképekről beszélünk, jelfákról, hoztam két olyan erekét magammal, amit ha megengedik a tisztelt urak és a jelenlévők, akkor hozzáadnék ez a faültetéshez. Ez egy kicsit égelyben víz vereckén kibudjanó forrásból, és föld, amikor jöttem, a karosi 52-es vezéri sír halom elől. Én ezt még hozzátenném ennek a fának az életéhez, hogy kössük össze a jelent és a múltat, és hát a jövőt pedig a mindenkor élők szervezik. Engedjék meg, oda vigyem ezt, és kiegészítsem ezt a remek munkát. Hadd legyen így együtt, amivel együvé tartozik, hadd legyen így a föld, amit még őseink tapostak, és amit a hon, amit ők szerettek nekünk, és a víz, amit szeretne híres útján, a víz mellett csomó most is. Legyen így együtt a kettő. Gyönyörű ez a mestermunka, ami mögöttem van, és egy csendes gondolat jutott eszembe. Azt mondják a tőlem sokkal többet tudók, és ez fontos, hogy népünk emlékezete minden dolgok kezdetéhez visszatalál. Ez egy nagyon nagy üzenet. Az egyszerű emberek ezt tudják. A teremtett világegyetem teljessége a mi dicső elődeink számára nyitott könyv volt. Minden jelet jelképét ismerték, mert ezek onnan valók. Onnan való az életfa is. A mai rohanó világunkban rengeteg jelet jelképet használunk, a nagy részét nem is tudják, akik viselik, hogy mit jelent. Ami mögöttem van, az életfa, a nevében benne van, az életet jelenti. Folytonosságot, amit mindig az élők kell, hogy tovább vigyenek. Nagyon örülök neki, hogy újra összehajol a bodrok köz, újra együtt a történelmi gondolkodás, és én kívánom, hogy az elindult csodálatos kezdeményezés végezze papíron, majd kerüljön a legnagyobbak elé, ők tegyenek hozzá anyagiakat, de a cselekvés az mindig az itt élő embereké legyen.
A tettekről szól az életfa is, arról, hogy akik a gyökerek, akik előttünk jártak, azok megtették mindazt, hogy mi itt lehessünk. A mi dolgunk, a mi feladatunk, hogy erős legyen ez a fa, túléljen mindent, mint ezt a 101 évet, és majd az új hajtások lesznek azok, akik büszkék lehetnek arra a fára, azokra a gyökerekre, arra a népre, nemzetre, akinek a fiai. És ha mi elmentünk a régi úton vissza, ők átveszik, tudjuk, hogy átveszik a feladatot, és örökké él a magyarság. Meghívott ide Cigányváros vezetése, örömmel jöttem. Azt a barátaimat, akiket megkérek, hogy sétáljanak át a szertűzhöz. Meggyújtjuk az összetartozás tüzét, szerét ejtjük annak, hogy a tűz, a mindent éltető, a teremtői erőt közvetítő tűz föllobbanjon itt Cigándon. És itt az életfa árnyékában egy-két gondolatot, egy-két dalt elmondunk. Amíg a barátaim körülveszik a tüzet, addig azok a jeles emberek is, akiket megkértünk, egy-egy fáklyát fogjanak a kezükbe, hiszen ők fogják elindítani, meggyújtani ezt a tüzet. Kérjük őket, hogy vegyék át a fáklyákat, közelítsék meg a tüzet. Addig hagy idézek egy gondolatot. Életfa, világfa, világhegyen nagyfa, napkoronás szarvas áldogál alatta. Töve jobb feléből életvize csurran, töve bal feléből halálvize budjan. Mindez azt jelenti, hogy ez folytonos. Ez egy gyönyörű, a végtelenből a végtelenbe tartó, és mindaddig, míg a Teremtő Isten akarata így szól. Tegyünk meg ezért mindent mi emberek, mi kell, hogy megtegyük. Induljunk el a szer felé, a szertűz felé, fáklyákkal, és bátran lépkedjetek, kedves barátaim, hiszen ez a tűz most erőt, energiát, rezgést ad át a tiszta, nyitott szívetekből minden magyaroknak, a kárában és szerte a világon. Már menj el onnan. Mindenki a tüzet, ahogy életre kell, a lángot, ahogy fölfelé megy. Küldjük el azokat a nemes gondolatainkat, üzeneteinket a világ minden tájára, elsősorban magyar testvéreinknek, amiről most gondolkodunk, ami most eszünkbe jut, ami most erősítheti azt a csodálatos érzést, amit úgy hívunk, együvé tartozás. A dobok hangja rezgése, a zsája tisztító füstje segít ebben. A szertüze mellett mindenki addig marad, míg úgy gondolja, hogy ide köti a lélek, a gondolat, szabadon,
fölfelé röpülő sziklákkal küldjétek el ezeket a gondolatokat. A szeretetet, a tisztaságot. És ha tesszünk fogadalmat, hogy mindazt az összefogást, amit most elindít az 55 település, mi is egy csodálatos dolgokra képes, ez a sokszor, még ha úgy éreztük is, elfeledett, elhagyott Bodrog köz. Mert ennek a vidéknek közel 7 évig volt lakója a honalapító Árpád fejedelem és vezérei. Itt születtek azok a döntések, amivel megszületett Magyarország, amivel a Kárpát hazát beladtuk. Amikor baj volt, ezen a területen álltak össze azok a magyar emberek, akik megvédték a hazát Tatártól, Habsburgtól, Töröktől. Itt született II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem Borsiban, akinek várkastélyát a napokban fogjuk átadni, végre abban a pompában, amit megérdemel, legyen ott is mindenki jelen. Zemplén szülötte Kossuth Lajos, aki a 48-49-es szabadságharcban vezette a magyarságot, megmutatta, mire képes ez az elnyomott nép. És ki tudja, a most megszületett gyerekeink közül ki lesz még az, aki érére áll ennek az országnak, innen a Bodrog közből, ha kell, megmutatja, hogy mi a helyes út. Mert itt még tiszták a gondolatok, a Bodrog és Tisza összefolyásának kultúrbölcsője igaz a magyar embereket adott a magyar nemzetnek. Legyen így most is! Szent madarunk, szállj föl az égbe, szállj oda, ahová a tűz, ahová a szikrák szállnak, a teremtő Isten lábához. Sólyom, szállj fel a naphoz a kék égbe, büszke énekünk itt tovább. Sólyom, szállj le a naphoz, Thank you.
lélekben maradj meg, piros, fehér, zöld, Kárpátalja és Hajdaság. Piros, fehér, zöld, halló, magyar, Kárpát felej, halló, magyar, Erdély felej. Az ősi föld szívedben megmaradt, piros, fehér, zöld, de messze van Amerika, szegény haza. Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld, véredben megmaradt, piros, fehér, zöld. Hív az ősi föld, sírodig megmaradsz, piros, fehér, zöld.